volt utoljára, 20 év után, most már októbertől nem lesz portugálmester. Mit üzenne akkor neki? Az, hogy viszontlátásra. Viszontlátásra. Szerintünk is hosszú minden. Hosszú volt. Sok volt ez a 20 év. Nagyon sok. Más. Volt. Új legyen. Nevezhető-e Budapest liberális városnak most? Ezt döntsék el az olvasók. Szerintem igen, a városban alapvetően ez a hagyomány benne van, ez a történelmi hagyomány, és ez nem kiirtható, nem változik az egyik évről a másikra. A város politikailag némileg átszíneződött attól, hogy várhatólag egy más típusú városvezetés lesz. A város a lakók, a budapestiek politikai etikai nem változnak ilyen gyorsan. Tehát azt mondanám, hogy két évtizeden keresztül mi annak neveztük, és számomra tovább is van. Minden statisztika érdekes, és nagy érdeklődéssel hallgattam Demszki Gábort, hogy mi hány év, hány perc, hány ülés, hány előterjesztés, egyről elfeledkezett, hogy hány ezer perccel kezdődtek a közgyűlések később, mint a meghirdetett időpont. Október utáni időszakra az SZDSZ frakció tagjait, akik véletőleg nem lesznek az új közgyűlés tagjai, mondjuk John Emesét, vagy John Emesét mivel vigasztalja? Azt, hogy az SZDSZ-en belül mi lesz majd, meg a liberális oldalon lesz, én ma nem látom előre. Biztos, hogy össze fog állni egy új formáció, amelyben egyesülnek a különböző csoportok, és amelynek az eredménye egy új liberális párt lehet. Hát azt gondolom, hogy lehetett volna jobban csinálni, de töltse kellemesen a következő éveket, nem kívánok semmi rosszat neki, csak találja meg a helyét a következőkben. Abszolút negatív. Nekem nagyon negatív. Hát szerintem nem így kellett volna, barátságosabbá kellett volna tenni a várostól, nem így. Teljesen eklektikus lett az ő működése alatt a város, tehát a plázák, meg hát úgy kellett volna, mint Prágában. De hát nem sikerült. Ezt a liberális pártot nem annak a generációnak kell vezetni, amelyik a régi SZDSZ-t vezette. És én erre esélyt látok, mert megvan a választó közönség. Megvan erre a társadalmi politika ígéret. Uh-huh. Az elmúlt 20 évről, ami Demszki Gábor nevével fémjelezhető, hogy mi az, amit biztosan nem fog elfelejteni ebből az időszakból, akár Demszki Gáborral kapcsolatban? Az, hogy Budapest valóban a szabadság, a nyitottság és a tolerancia városa, úgymond fővárosa lett, ez mindenképpen Demszki Gáborhoz kapcsolódik, és Demszki Gábor érdeme. Bocsánat? Köszönjük. Hogyha a következő időszakban már nem lesz szolgálati autója, akkor tervezi-e, hogy a 84-ben vásárolt Volkswagen variant autót levizsgáztatja? Nem, az már nem nagyon működne, tehát az a probléma vele, hogy olyan drága lenne a karbantartása, folyamatosan is a működtetése, és olyan sokat fogyaszt, hogy ilyen autóval nem olyan érdemes járni. Ilyen autó egyébként létezik? De nem létezik. Persze. Azzal szállítottam a szemültatokat annak idején, és ezért őriztem meg. Hol található? A apósomnéknek a kertjében. Én nem ezt tervezem, hanem kerékpárra fogok elni. Uh-huh. Tehát továbbra is bejár a fővárosba. Persze. Hogy mit üzen Demszki Gábornak? Inkább nem. Üzenek semmi, nem akarok se. Menjen a jó oda. Mostani jelöltek közül, akik főpolgármester aspiránsok, kiket látna, vagy kit látna a legszívesebben utódául? Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Legszívesebben? Hát én azt mondjuk valamennyire látom, hogy kinek van esélye, meg kinek van kevésbé esélye. De egyébként sajnálom, hogy nincs olyan jelölt, aki mellé egyértelműen oda tudnék állni. Nincs. Bocsánat, lehetne egy kérdésünk? Látjuk, hogy újságolvasó ember. Egy rövid kérdés, hogy ma ül Demszki Gábor utoljára a fővárosi közgyűlés elnöki pulpitusán főpolgármesterként, hogy mit üzenne Demszki Gábornak?
Hát, hogy nagyon-nagyon gyorsan tűnjön el, és vállalja a felelősséget azért, amit 20 éven keresztül ebből a városból művelt. Ungár Klára is jelent. Alkalmasságnak is tartok, és befutó is lehet. Nagyon nehéz választanom, de nem én fogok választani, hanem a budapesti választó, tehát ennek nincs igazán jelentősége. Tehát nem akarok egyiket sem erősíteni, vagy gyengíteni bármilyen véleményállítását. Mit üzentek Demszky Gábornak? Csak egy mondatot, valami vicceset, hogy... Jó pihenést! Várj, akkor még egyszer, tehát hogy mit üzensz Demszky Gábornak? Jó pihenést! Két farkú kutyapárt jelöltjéről mit tart, illetve magáról a szerveződésről? Zseniálisnak tartom, és nagyon szórakoztatónak, és abszolút a demokrácia, a jelenlegi, úgymond demokratikus választások és politikai közélet nagyszerű karikatúrájának tartom azt a napjának. Tehát erősíti ez a gúny és szatíra a demokráciát. Tehát én drukkolok neki. Csak egy mondatot. A véleményem az elmúlt 20 évről. Hát, Demszkyről. Hát, nekem nem szimpatikus, megmondom őszintén. És miért nem? Hát, sok olyan dolgot csináltam, ami nekem... Ez az én véleményem, ugye? Amiket nekem nem tetszett, meg sokaknak. Szeret harács, ez nem egy őszinte jellem, valami ilyesmi, nem egy őszinte jellem nekem. Kit szeretne főpolgármesterként látni? Mondjuk szeretném most a, hogy hívják, a közkerületi tanácsnában. Tarlós István a harmadik kerületi polgármester volt 4 évvel ezelőtt. Közkerületi polgármester. Rogán Antal. Nem tudtam kinyugni, nekem az szimpatikus. Hát, hogy mondom, ez az én egyéni véleményem. Yeah!